Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Itt láthatóak a virágos kártyák, ez az én saját kártyacsomagom, ugyanúgy, mint ahogy itt a Lönomárt kártyákat majd használni fogom, ez is az én saját kártyacsomagom, illetve hozzá kell tennem az ötlet az enyém, viszont a képeket a férjem készítette. Először megnézzük az ő gondolatait, ami itt felül és alul látható. Itt megvan a gyógyító erő. Amennyiben ő beteg volt, most lesz gyógyulás. Lehet, hogy valaki beteg volt a családban, ott is lesz gyógyulás. Az is lehet, hogy egy bizonyos helyzet betegítette őt, például a munkahelyén, vagy a családban, vagy köztetek történt valami, ami nem volt kellemes, akkor itt rendeződnek a dolgok. Ami kettőtöket illet, itt közeledik hozzád, és van gyengéden megérint téged. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Ez a virág azt jelenti, kérlek, maradj mellettem. És itt van az isteni segítség, ami azt is jelenti, hogy megvan a hite. Hisz benned, hisz ebben a szerelemben, és hisz a jó Istenben is. Itt látható, hogy mennyire jó indulatú. Az lehet, hogy segít neked, így közeledik hozzád, de néha azt is jelentheti ez a jó indulat, hogy esetleg mások kihasználják őt. És mit fog tenni? Az itt látható. Ez a virág azt jelenti, hogy tisztázódik valami köztetek. Ő szeretne téged megtartani. Viszont közöl veled valamit, és azt fogja majd mondani, hogy légy kicsit óvatos. Ezt jelenti itt ez a virág. Légy óvatos, mert valaki van a környezetedben, aki ártani akar neked, aki irigy rád, vagy kihasznál téged. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Rendeződik valami, megvan a gyógyító erő, lesznek változások. Az is lehet, hogy gyógyászattal foglalkozik, és ezen a területen dolgozik, és a gólyák jelentenek akkor munkahelyi változásokat. Itt ez a kislány jelenti az ártatlanságot, a fiatalos kisugárzást, egy új irányt, egy új kezdetet, utal szintén változásokra. A kezében van a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. A gólyák és a kislány néha jelenti egy kisbabának a születését, és itt is lesz szerencse. Itt ez a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket. Például, ha ő mindenképpen meg akar tartani téged, és fél attól, hogy elveszít téged, akkor lehet, hogy annyira ragaszkodik hozzád, hogy vannak olyan pillanatok, amikor fogva érzed magad ebben a párkapcsolatban. Persze, a ravasz róka az jelentheti a félelmeket, fél attól, hogy elveszít téged, vagy utalhat hamis személyekre is. Itt is látható, hogy óvatosnak kell lenni.
Például ez a kártya jelenti, hogy maradj mellette, és lehet, hogy valaki azt szeretné, hogyha nem maradnál mellette. Ő nagyon jó indulatú, és itt a virágcsokor jelenthet egy ajándékot, a te nőiességedet, szépségedet, egy szép környezetet, vagy hogy lesz egy meghívás, egy jó hír. Itt van az isteni kisugárzás, az isteni segítség, és ez ad erőt számára, megvan a hite. Itt a kereszt utalhat szintén vallási témákra, utalhat a hitére, de jelenti azt is, hogy lesz egy találkozás, hiszen az utatok kereszteződni fog. Amit a kereszt még jelenthet, ezek a döntések, itt is láthatóak a változások, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Légy óvatos, és ez a kígyó jelenthet egy hölgyet. Ez a hölgy lehet egy hamis barátnő, ez a hölgy lehet a főnöknőd, ez a hölgy lehet egy kolléganő, ez a hölgy lehet valaki a családból is. De megvan a remény, hogy tisztázódnak a dolgok, rendezni fogtok mindent, a hajó az jelenthet egy utazást, például egy közös utazást, vagy ha ő a távolban él, akkor útban van hozzád, meglátogat téged, vagy szeretni azt, hogyha te látogatnád meg őt, és itt a virágcsokor jelenthet egy meghívást. Az ő jelenlegi helyzete itt van egy levél. Vagy írni akar neked, vagy elvárja azt, hogy te írj neki. Ez a levél, ez lehet egy meghívás is, vagy egy dokumentum, vagy egy szerződés. Munkahelyi szerződés, vagy adásvételi szerződés. És most megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt a hegyvidék jelenik meg, ez lehet egy kirándulás a hegyekbe, de lehetnek akadályok is, hogy valami blokkol téged, valami vagy valaki akadályoz téged, ez lehet a hamis hölgy a környezetedben. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam az 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!